Hadd mondjak három okot, és tudnék még mondani jó párat, de az időm azért véges, ami miatt előnyös mixer partnernek lenni, ha egyébként te szeretnél játékot játszani. Mert azért azt tegyük hozzá, hogy a crowdfund partnereknek ez nem kötelező, mint ahogy semmi sem ennél a cégnél, nem kötelező utazni, nem kötelező játékot játszani, nem kötelező lottózni, és semmi egyebet. Partnernek lenni viszont azért sok előnnyel jár, majd erről mindjárt beszélek, de most ha esetleg játszanál, miért célszerű itt játszani, és mit érdemes mondanod esetleg, ezzel azt is meg akarom mutatni, embereknek, akik ott vannak a környezetedben, és szeretnéd megmutatni nekik, hogy van itt egy ilyen csoda dolog, mint ez a mixer. Mit mondhatsz nekik? Ugye már most 100 játék van ezen a platformon, de egyre több lesz, ebben az évben 400, és extra, szuper, hiper, csillogó, villogó játékok, amiért megvan veszve most a világ. Bajnokságokat lehet játszani, ismerősöket lehet csoportokba rendezni, együtt lehet ezeket a dolgokat csinálni. Szóval ez nem csak az, hogy egyedül odaülök a géppel, és akkor nyomom a billentyűket egész nap, hanem kapcsolatokat lehet építeni, közösséget is akár lehet vele építeni. Szóval sokkal több, mint egy normál sima játékplatform. Illetve ami egy óriási előnye, hogy a játékhoz nem kell semmi egyéb kütyű, gondolok itt ilyen konzolokra, meg nem tudom, hogy hívják ezeket a cuccokat, amik meg PlayStation, meg nem tudom micsodák, amiket itt használni kell más helyeken. Itt semmi ilyesmi nem kell, én magam is kipróbáltam, a billentyűzet, vagy az egér és plusz ennyi. Tehát elég hozzá ennyi, vagy a mobiltelefonon, ha játssza az ember, akkor még ott simán a képernyőn, hogy el lehet navigálni ezekkel a dolgokkal. A másik óriási előny, hogy nem kell letölteni sehova semmit. Most per pillanat más egyéb helyeken található játékokat hogy kell használni? Letöltöd a gépedre, letöltöd a telefonodra, és onnantól kezdve játszhatsz. Itt semmi ilyesmit nem kell csinálni, felhő alapú ez az egész, és egyszerűen belépsz a felületre, és már is játszhatsz. Szuszfasz, ennyi az egész, tök egyszerű a dolog. Nagyon könnyű hozzájutni egy nagyon alacsony és egyszeri előfizetési díjért, már is elérhető a felület. Most per pillanat így néznek ki az előfizetési díjak, ugye ezek havi, féléves vagy éves szinten érhetők el. Ha havi előfizetésről beszélünk, 7,5 euróba kerül, féléves előfizetésnél 39 euró, és ugye itt 6 eurót már meg lehet takarítani, plusz ugye szintén az előzőzős, ott nem mondtam, 1000 kreditet lehet kapni, hogy ezek a kreditek mire jók, meg egyebek, ezt most nem akarom részletezni, illetve éves előfizetés, ami szerintem a legjobb, én magam is ezt csináltam, 69 euróért meg lehet szerezni egy teljes évre, és ennek azért még van más előnye is, majd mindjárt megmutatom, hogy micsoda, ha valaki ezt választja. És azon kívül, hogy 21 eurót meg lehet takarítani vele összességében, azért ez egy különleges dolog, és szerintem ez a legjobb ajánlat, mindjárt látni fogod, hogy miért. Illetve hát azok a nagy díjak, amiket itt mondtam, ha valaki tényleg komoly játékos, és el sem tudnád képzelni, hogy mennyien vannak ilyenek, akik ebből komoly üzletet csinálnak ezekből a játék dolgokból. Tényleg egy picit böngésztem ez irányban, majd lehet, hogy lesz rá alkalom, hogy megosszak ilyen tapasztalatot, meg ilyen információkat ezzel az egész online játék történetben kapcsolatban. Elképesztő díjak, ahogy mutattam már a laptopot, vagy ilyen okosóra, hátizsákok a szponzoroktól, meg mit tudom én, egy csomó dolog, amit itt díjként lehet kapni, és el lehet érni, ha valaki csak a játék miatt jön ide, hogy ő neki akár díjmentes legyen az, hogy használja ezt a platformot, hogy hogyan, azt is meg fogom mutatni.